Nem áll le a Matolcsy György vezette jegybank a luxus ingatlanok vásárlásával. Már Budapest legdrágább villája is a Magyar Nemzeti Banké. 3,5 milliárd forintot fizettek a szerkezetkész épületért, egy másik szintén a budai várban álló ingatlanért pedig majdnem 2 milliárdot. A Nemzeti Bank közleménye szerint a majdani oktatás miatt kellenek az ingatlanok. Talicskán hordják ki a földet, régészek dolgoznak a régi budai városháza épületében. Feltárják, mielőtt átépítik. Ez az egyik épület, amelyet megvett a Nemzeti Bank, hogy angol nyelvű, nemzetközi oktatóbázissal és hallgatói körrel rendelkező doktori iskolát működtessen benne 2016. szeptemberétől. The package, you know, the package. A nyár végén derült ki, hogy a jegybankelnök saját közgazdász képzést akar létrehozni, aminek egyik helyszíne lenne a Mátyás templommal szemben álló épület. 1 milliárd 850 millió forintot fizettek érte. 5 szintes, 4000 négyzetméteres villa, 700 négyzetméteres terasszal. Olyan panorámával, amiért a turistáknak is érdemes megállniuk egy fotóra. Ciao grande! Saluto da amico! Ezt az épületet is oktatási célra vette meg a Magyar Nemzeti Bank. 3 milliárd 420 millió forintért. A 60-i villát évek óta árulták, most szerkezetkész. Látszik, hogy az ablakok helyett fólia védi a belső teret, amit a közleményük szerint az eredeti tervek alapján fognak rehabilitálni. Többek között könyvtárat is kialakítanak benne. Kerestük a jegybankot, hogy megtudjuk, miért nem Budapest valamelyik külső kerületében vagy egy vidéki városban építik ki a központot. A Magyar Nemzeti Banknál nem nyilatkoztak ma. A sajtó aztán annyit közöltek, hogy keresem a Pallas Athéné Domus Animé, röviden PADA alapítványt, mert ők vásároltak az ingatlant. A Nemzeti Bank tulajdonában álló alapítványhoz telefonszámot nem tudtak adni, és az e-mail címükre küldött levelünkre se válaszoltak. A jegybank az utóbbi időben több luxus ingatlant is vásárolt. Az átlátszó.hu információi szerint az 5. kerületi irodaházért körülbelül 4,5 milliárd forintot, a Tiszarófi kastélyért 415 millió forintot, ezért az épületért pedig 500 millió forintot fizettek. A liberális párt szerint Matolcsy György elnöksége óta példanélküli a pazarlás. A költségtakarékosság kötelezettsége, mint minden állami szervre, a Magyar Nemzeti Bankra is vonatkozik. A félreértések elkerülése véget, az a pénz, amit a Magyar Nemzeti Bank és az általa létrehozott alapítványok költenek, az adófizetők pénze. Az ellenzéki párt szerint a költekezést egyedül a Nemzeti Bank felügyelőbizottsága akadályozhatná meg, de az május óta nem működik. Ezért felszólítják Kövér László házelnököt, hogy az országgyűlés mielőbb válassza meg a bizottságot.